Ahogy mindenkinek, Ryder vagyok, és ez egy újabb bemutató videó. A mai epizódban a Sunless Sea nevű játékot fogjuk bemutatni a Fail Barrel Games-től. Mi is ez? Először is, ez a játék jelenleg Steam-en Early Access-ben van. Tehát, nagyon fontos, hogy erre figyeljetek, amit itt van. Verzió 0.4.1.1308. Minden, amit mondani fogok, erre a verzióra vonatkozik. Ha ti megveszitek a játékot, vagy beszerzitek, mindegy, és más találtok benne, ha nem ez a verziója, akkor sajnálom, ez van. Így is elég sok minden van a játékban. Viszont még balanszolnak majd egy csomót, illetve tesznek még bele új tartalmakat. Találtam olyan helyet, ahol nem volt textúra. Maradjuk annyiban. De mi is ez? Ez a játék egy alternatív univerzumban játszódik, ahol Londont elrabolták a denevérek? Talán valami ilyesmi történt, nem tudom pontosan. Van ez a Fallen London nevű játék, a Fail Barrel Games előző játéka, ugyanebben az univerzumban játszódik, a Sunless Sea is, és ezt nem játszottam, szóval nem tudom, hogy miről van szó. Az opcióknál audio beállítások, illetve egy kis videó beállítás. Elméletileg ez a játék Unity-ben készült, viszont nem láttam azt a szokásos Unity-s launchert. Oké, szóval Enable Screen Effects. Enable Screen Effects, mert persze, mint is meg. És akkor ugorjunk is bele a játékba. Lényegében a játék arról szól, hogy egy hajónk van, kapitányok vagyunk, és hajózunk a tengeren. Életben kell tartani a legénységet, pénzt is kellene szerezni, jobb hajókat is kellene szerezni, szóval... Oké, szóval ez az előző játékom, én vagyok második Tyron, úgy neveztem magamat. És ez az én kis hajócskám. Na most. Kimegyünk egy picikét a... Vannak különböző küldetések természetesen. Amelyosan el is rátérünk. Kimegyünk egy kicsit a tengerre, mutatunk nektek egy kis harcot, és aztán kezdtünk egy új játékot. Na most, ugyebár ez a mi hajunk W, ASD-vel irányítjuk a hajót. Itt fenntartható a sebessége. Milyen gyorsan most kettőben megyünk előre. Csak egyen, most már nem megyünk, már csak ugye sodródunk, és visszafelé is lehet menni, ugye bár. Üzemanyag, amennyi van még a hordóban, 5 hordónk van még, a motorhőmérséklet, mennyire éhes a legénység, 80 vannak, illetve mennyire vannak megrémülve. Ez a terror, ez fontos, mert szerintem, hogyha felmegy maximumra, akkor eléggé megrémülnek ott. Hagyjunk egy picit. Igen, hajó vezeje, hajó maximális szórakoztató. Maximális HP és a hajó emelke HP. Oké, gyere. Idegel meg tudom nektek mutatni, hogy hogy is működik a harc. Na most, összefutottunk ezzel az Aurora Megalopszal. Harcolhatunk vele, vagy el is futhatunk. Harcoljunk vele. És... ennek a harcnak a lényege, ennek a harcrendszernek, nem mondanám, hogy körökre osztott, mert nem az. Az a lényeg, hogy ide kerül az, ezek közül lehet azt, hogy miket csinálhatunk. Tudunk támadni, eddig ezzel a halva csak ezzel a kettőt tudok támadni. Meg tudjuk világítani az ellenséget, el tudjuk kerülni, illetve meg tudjuk javítani éppenséggel a hajónkat is. Na most. A harci rendszernek a lényege az, hogy meg kell világítani. Láttuk, hogy mennyire van megvilágítva az ellenség. Jelenleg 0/150. Ahhoz, hogy meg tudjuk támadni a szávóval, legalább 50-en kell legyen a megvilágítottsága. Na most, mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ezek közül valamelyiket. Ez 5 másodperc alatt készül el, a flare. Viszont ez minket is megvilágít egy kicsit. A szék az pedig 8 másodpercig tart, de legyen inkább
flare. Flare-rel szoktam, általában két flare, és a harmadik az már egy salvo, de most meglátjuk majd, hogy hogy állunk. Ha megnyomom a space-t, akkor elkezdődik a harc. Hát tudjátok, telik lefele az idő, amikor ez körbeér, akkor megtörténik ez az esemény. De kellene fog még egy illuminét is. Jó, és most már jött a támadás. És ezt egyből meg fogjuk törni. Kicsit itt még bagos a játék, ugyanis most fog most elrabolna valakit, csak pont nem ért rá, mármint nem ért rá, nem volt ideje. Kicsit bagos volt a játék, nem tudom, meg figyeltétek-e. Amikor meghalt, akkor az történt, hogy a HP-je nem tűnt el teljesen. Ez engem egyszerűen nagyon-nagyon kibaszott velem, ugyanis megöltek, azt tudom, hogy meg egy csomó HP, mert csak a sávot néztem, de nem volt, vagy kettő, vagy valahogy így, és meghaltam. És ezt kell csinálni a Sunless Sea nevű játékban. Na, azért ez túlzás volt. Lehet beszélgetni leg, és hé, nincs betéve a First Officer-em. Hol van a csaj? A csávó? Voltak-e mit a csaj? Meghalt? Lehet, hogy meghalt. Kicsit... Hát például... Journal. Ez mi? Ezt nem értem. Tehát ezen remélem, hogy dolgozni fognak. Ez nem tetszik a játékban. A proposal from a man of business. Extended. What? Your pass. Igen. Erre mindjárt hátérek. Tehát... ahogy... Vissza kéne menni. Oké, akkor menjünk vissza. A jókázunk, tehát a játék ugye lényegében ebből áll. És nem csak rákokkal, nem csak óriási rákokkal küzdhetünk meg, hanem... Hoppá, le lehet ezen? Na, érdekes. Úgyhogy ide dokkolok. Lightship. Nézd, longfall. Oké. Okay. Oké, okay, kettővel elment a terrorunk, illetve... Oké. Okay. Király. Hát ezért megérte. Rokkan nem úgy. Oké, okay, menj, jön a rák. Jön a gyilkos rák, és meg fogunk halni. Jó. Akkor haza akartam menni. Egészséget akartam szerenni. Szóval, azon kívül, hogy járkálunk a tengeren, azon kívül még ugyanbár szereztem a egészséget. Nekem jelenleg csak ez az egy kis kedves kis hölgy van, de én itt ők én másik tájlom, szabontom egy fokat, de az vagyok. Ezek pedig mindenféle itemek, amik különböző dolgokhoz kellene. Például ezzel jobban tudunk kirelni harc közben, és ezek leginkább arra kellenek. Aztán... igen. Tehát érdekes, sok mindent lehet csinálni ebben a játékban. Mindenképp. És... oké. Okay. Hogy akarom? Fel akarnám. Oké. Okay. Vesztettem 30 pénzt, viszont... szerencsés voltam. Oké. Okay. És csak tettem öt darab terrort. És jó, szerezzünk új tagot. Na nem, miért nem sikerült? Igen, ki lehet választani, hogy kivel, kit akarnánk a fedélzetre. Tök mindegy, legyen. 50 echo kell hozzá, legyen. Oké. Okay. És most már be tudjuk tenni őt. Szány. Oké. Okay. Király. És mehetünk a tengerre. De bár...
menjünk el még egy helyre. Ez a... az a terület. Ennyit jártam be. Jelenleg... Természetesen lehet menni össze-vissza, és fel lehet fedezni rengeteg fél területet, szóval menjünk is arra, ahol találtam a... Várjunk csak! Kellene nekem... nem egyéb, mint... Benzin. Armor crew, butcher ship, for a person. Oké, szerintem így. Nem, oké, javítsuk meg. Jó, tök mindegy. De nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Hol vehetnék valami kaját? Erre. Sok. Persze. Supplies, ez kell nekem. Illetve fuel kell nekem, de semmi gond. Jó. És akkor végre mehetünk. És... gyorsabban. Okay. Játékot akármikor meg lehet állítani egy space bomb megnyomásával. És kb. Ebből áll a játék. Hogy érzek iránta? Az a probléma, hogy lehet hajókat venni, nem mutattam meg. Lehet hajókat venni, viszont nagyon sok pénzbe kerül. Annyira, hogy szerintem sok játék után lehet csak egy arra való hajót venni, ami nem tudom, hogy a legjobb ötlet. Tehát tényleg jó, megértem én, hogy na, sokba kerül a hajó, mert csak egy hajó, és a többi, de... Nem tudom. Ezen kívül még ez ami mindig feljön, nekem egy kicsit olyan alacsony minőségek, hogy nem is akkor fontosan. És van lelked. Igen, csempészünk persze, és feltettem, hogy csempészkedünk most ilyenkor. A katogás, amiket hallottok, az... az azt jelenti, hogy nő a terror. Oké, szóval növeltük a terrort, nagyszerű. Dok! Motherfucker. Igazából... Jó, hát jövőre. Fuck. Ne gyertek nekem rá, ne gyertek nekem, nem akarok most. Nincs kedvem hozzátok, jó? Igazából a hajó... Nagy bocsánat, rosszul mondtam. A logba jön, akkor kattogás haladszik. Igazából a hajó az tök... Szépen irányítható. Ezt nem lehet választani? Azt hittem, hogy lehet. Szépen irányítható. Ilyen hajós. Hajós. Ide be tudok parkolni, tudom, erre emlékszem. És itt is tudok beszélgetni az emberekkel, szóval. A játék nagy része ebből áll. Hogy beszélgetünk az emberekkel, illetve felfedezünk. Ez a célja a játéknak. Ha te egy olyan fajta ember vagy, aki ezt szereti, akkor tudom ajánlani a játékot. Nekem egy picit, hogyha lassacska lenne a tempója a játéknak. Egyébként ezek a lényegek, ezek a fontosak. Hallgasson közünket. És
nyomjunk egy kicsikét nehézkes harcot, lehet, hogy nem éljük túl, sőt, valószínűleg nem éljük túl, de legalább az tökéletes lesz, mert meg tudom megmutatni a harcrendszer. Gyere, 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 akarlak, gyere. Ja, jó, nyomassuk. Közülünk a kalózokkal. Na most, ez tuti vereség lesz. 100 HP-jük van, nekünk 50 HP-nk van. Lessük meg őket kétszer. Oké, már rosszul kezdődik, hogy flare-re nyitnak. Tehát egy flare. Már 49, mindjárt támadhatnak. Szóval... Oké. Oké. Nem oké, nem oké. Meghaltam. Hát tudok ezt mondom, hogy a... Oké. Nem baj. Ez tökéletes nekünk. Kiválaszthatjuk azt, hogy mi maradjon meg a következő játékunkra. Megmaradhat egy képességünk, megmaradhat egy alkalmazott, illetve megmaradhat a térképünk. Igen, egy alkalmazott. Igen, és... következő karakteremnél mondjuk legyen... ez a csápó. Oké. Szóval, így kezdődik a játék. Először is... ki kell választani azt, hogy milyen a múltunk. És legyünk mondjuk... tehát itt írja, hogy... ez például több szívet ad nekünk, hogyha pap vagyok, pap voltam. Vagy legyen Mirrors. Jó. Oké. Okay. Kapunk egy alkalmazottat is. És ki kell még választani azt, hogy mi az életünk célja. Az életünk célja, látjátok, hogy itt vannak. Van még ez az, amit bele fogunk tenni a játékba. Legyen a gazdagság, legyünk ilyen, ilyen. Oké. Ki kell még választani azt, hogy hogyan szólítsanak meg minket a népek. Lehetünk hölgyek, urak, lakosok, my lord, my lady, captain. Legyünk csak citizen, csak úgy a poénból. És ide be kell írni a nevünket. A nevünk legyen Mr. Nagy fej. Mert nagy a feje. Természetesen ki lehet választani egy másik karakter, Mr. Nagy fej a csaj. De Mr. Nagy fej polgár, oké. Okay. Szóval igen, ebből áll a játék, és ugye már most térképünk semmi, mert nem azt választottuk, hanem inkább azt, hogy legyen nekünk alkalmazottunk. Érdekes a játék, nem rossz. Az egyetlen, amit lehet kifogásolni, mondjuk úgy, az az ár. 20 euró. Van benne tartalom. Ha tetszik az ilyen roguelike-os játék stílus, hogy hamar meghalsz, aztán újra kezded, hamar meghalsz egyre erősebbre, és akkor újra kezded, és aztán újra és újra. Akkor lehet, hogy ez egy neked való játék. Igen, most van egy csomó mirrorom, ezért sokkal hamarabb fel tudom fedezni az ellenség. Együk meg, jó. Szóval igen, elérhető Steam-en, Early Access-ben van. 20 euróért. Ne akártak, hogy lefordítsanak most forintra, nem tudom pontosan. Sunless Sea, Fail Better Games. Hajókázós játék. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan adjatok egy lájkot, illetve ha jöttök a csatornán, akkor el akarok így menekülni. Ha jöttök a csatornán, akkor nyugodtan iratkozzatok fel, hiszen még új videókat fogok
készíteni. Rider voltam, sikerül-e? Igen, növelem a távolságot egyébként. Növelem a távolságot, és... talán összefogja, csak ő mindig közelebb van. Igen, tehát ez így nem fogja. Oké, talán, ezért. Oké. 78. Mindjárt eltűnhetjük ugye a kutyába. Oh, fuck this shit. $95 kell ahhoz, hogy eltűnhessek. Nincs annyi. Jól van. Akkor megölünk. Rider voltam! Játsz tovább!